És ezek a legfrissebb hírek. Gazdasági ügyekről, benzin, gázolaj ügyekről még majd 8 óra után részletesen is beszélünk, és valószínűleg most is majd gazdasági ügyekről beszélünk, vagy is. Burán Sándorra jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mert hogy hát ugye ez tartozik igazából az MSZP-ben önhöz, de hát annyi minden van itt most, hogy szerintem érdemes több mindenről beszélni. Például nem tudom, hallott, hogy Bokros Lajos miket mondott az MSZP-ről 7 óra után. Nem hallotta? Azt mondta, hogy a Fidesz szatellitpártja, és hogy nyilván nem ok nélkül szállt szembe az országos elnökség az ő főpolgármester jelöltségével. Nyilván valakiknek ez megérte, nem szó szerint így fogalmazott, de ez a lényege. És azt gondolom, hogy ez nem maradjon valamiféle válasz nélkül. Hát bocsánat, ez úgy hülyeség, ahogy van. Tehát most azt tudom mondani, hogy romúgy az önkormányzati választás a sok tekintetben nem azt az eredményt hozta, amire számítottunk, mi magunk sem, nyilván Bokros Lajos is másra számított. Most mindenki nyugodjon le, mindenki csendben elemezze az eredményeket. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy Bokros Lajos egy nagyon pici pártnak a jelöltjéből vált szinte mindenki által támogatott alternatívává, egy tisztességes eredményt ért el. Most nem szabadna azokat a pártokat és azoknak a pártoknak a szavazóit megbántani, akik ebben mögé álltak, még belső viták árán is. Hát csak azt gondolja valószínűleg, hogy szavazók meg vannak vezetve ezek által, a pártok által. Nem gondolom, hogy a szavazókat kívánja bántani, akik mondjuk rászavaztak. Egy politikusnak az a dolga, hogy a maga álláspontját elmondja. Ez nem a szavazók megvezetése, hanem a meggyőzésnek egy kísérlete. Ezt nagyon tisztességes eszközökkel is lehet csinálni, és lehet nagyon populista eszközökkel csinálni, amit a Fidesz csinál. Bokros Lajosnak is azon kell elgondolkodnia, hogy egy tiszteletre méltó eredmény után ő mit tett meg azért, hogy a választókat meg tudja győzni. Nem megvezetni, meg tudja győzni. Most erre tellett, ezt férfiasan tudomásul kell venni, nem az a jó módszer, hogy ilyenkor másokra mutogatunk. Mondja, most mindenki nyugodjon egy kicsikét, az önök háza teljén nyugalom van? Igen, persze egy-két napon belül majd jönnek különböző értékelő testületi ülések, az nyilván hoz majd izgalmakat, mert hát miközben hidegfejjel kell nézni a számokat, hidegfejjel kell levonni a következtetéseket, hát nyilván, hogy érzelmileg hat ránk, ami történt. Ma, ha minden igaz, hát legalábbis a sajtóértesülések szerint Szanyi Tibor sorsa eldől. Sajtótájékoztatót tart, az országos elnökség összeül az ügyében. Mi lesz? Nem tudom, nem is akarom megelőlegezni. Azt tudom, hogy én holnap Brüsszelben biztosan találkozom Szanyi Tiborral. Jó beszélgetés lesz. Na jó, akkor most az árszámadás. Azt mondja, hogy az államadósság nagyobb, mint valaha volt, bár most éppen a friss adatok szerint valamelyes csökkent, de nem a tervhez képest, hanem abszolút értelemben. Meg azt is mondja, hogy valahogyan nem tudjuk meg, hogy mik a jövőbeni tervei ennek a kormánynak. Kellene már tudnunk? Hát bőven kellene tudni. Hát most éppen folyik a 2013-as költségvetés zárszámadási vitája. 2012-ben Orbán Viktor egyébként akkor rosszul úgy döntött, hogy már nyáron begyújtja a költségvetést. Hát annyira nem titkolta a számokat, hogy már nyáron benyújtotta. Más kérdés, hogy az decemberig annyira átírták, hogy már rá se lehetett ismerni. Most meg hogy nem folyamatosan halasztgatják, hogy mikor akarják benyújtani, és egymás után szivárognak ki a kormányháza tájékáról a hírek, amik bizony brutális megszorításokra szólnak, és legtöbben a kiszivárgó hírek alapján arra tippelnek, hogy a szociális támogatásokat akarja tovább faragni. Orbán Viktor egy olyan országban, egyébként ahol éppen az ő kormányzása alatt drámaian nőtt a szegények aránya, és ráadásul a szegénység mélysége is nőtt, tehát nem csak reménytelenebbé vált azoknak a sorsa, akiknek nincs jövedelmük és szegénységben élnek, hanem sokkal többen lettek ezek az emberek. A mai évet a 2013-as növekvő adókkal jellemezte, meg hozzátette, hogy több éves táblatot véve a leszakadó keresetek és jövedelmek éve volt. A 14-es milyen lesz? A 2014-es év azért az jobb lesz, mert az, hogy a gazdasági növekedés a vártnál jobban alakult, annak nyilván lesz hatása valamelyest mindjárt életére, de azt látni kell, hogy 2013 év végére nagyjából elértük a 2011-es szintet. 2011-es szintet, sőt, amiről beszéltem, a reálkeresetek tekintetében még a 2011-es szint alatt voltunk tavalyi év végén, 2013-ban. Most ha idén egy pozitív tendencia tovább folytatódik, akkor nagyjából el fogjuk érni a 2012-es szintet. Szóval azért az nem egy olyan fejlődés, amire olyan nagyon büszkének kell lennünk, de a pici jó hírnek is örülni kell.
magyar történelem legnagyobb gazdaságélénkítése következik a jövő évben, mondta Orbán Viktor. Erről mit gondol? Egy blöff. Semmilyen elképzelése nincs a kormánynak. A kormánynak összesen arra van elképzelése, hogy néhány multinacionális céggel megállapodjon. Megjegyzem, ezeknek a megállapodásoknak a jó része az nem teljesült, és a cégek egy része azóta elment az országból. Semmilyen gazdaságélénkítő programja nincs. Ha igazi gazdaságélénkítő programba kezdene, akkor megfogadná legalább az MSZP javaslatainak egy részét. Mi azt mondjuk, hogy a kisvállalkozások adóterheit érdemben csökkenteni kell, mert akár tetszik, akár nem. A kisvállalkozások adják a versenyszférában foglalkoztatottak 60-65%-át. Most a kisvállalkozásoknak rosszul megy az országban, már pedig jelenleg rosszul megy, akkor a foglalkoztatás nem fog bővülni, és a gazdaság sem fog igazán beindulni. Néhány multival ezt nem lehet megoldani. Mondok egy példát. Az ipari termelés egyetlen hónap alatt visszaesett, mert az Audi egy hónapra leállt. Újra elkezdett termelni, most megint fellendült az ipari termelés. Néhány nagy multinacionális cég uralja a hazai ipari termelés zömét. Ezekkel, ha rend van, akkor ez az ipari termelés ez töretlen lehet. Ha bármi gond van velük, akkor meg azonnal visszaesésről beszélünk. Hol van egy egészséges szerkezet, hogy kisvállalkozások százezri ezt kiegészítve hozzá tudnak járulni érdemben a gazdasági növekedéshez? Képviselő, köszönöm szépen. Murán Sándor, a Nemzeti Országgyűlési képviselője volt a vendégünk. A híradó jön, és aztán folytatjuk.